A fogyasztói kölcsönöket érintő elszámolás törvényi rendelkezések alapján történik. A békéltető testület tapasztalatai szerint sokan nincsenek tisztában azzal, mire terjed ki a pénzintézetek elszámolási kötelezettsége. Az elmúlt időszakban az egyéni elszámolások részletes áttekintésében is segítették a hozzájuk fordulókat, valamint hiba esetén segítséget nyújtottak a szükséges panasz eljárás megindításában is. Rendkívül fontos az, hogy az első körben a szolgáltatónak küldött panaszlevélben mit írt a fogyasztó, és ehhez én úgy gondolom, hogy a mi segítségünk nélkülözhetetlen, mert önmagában az, hogy nem értek egyet az elszámolással, vagy keveslem az összeget, önmagában ez nem elegendő. Az elszámolással kapcsolatos jogszabályok előírják azt, hogy a fogyasztó mutasson rá valamilyen adathibára, számolási hibára, vagy adott esetben bizonyítsa azt, hogy az elszámolási kötelezettség a pénzügyi intézmény részéről fennáll. Ennek hiányában később már a pénzügyi békéltető testület eljárásában nagyon csekély az esélye annak, hogy bármilyen megegyezés is születik. Tehát az első körön, az első panaszlevélen rengeteg múlik, és én ezért azt javaslom, hogy amielőtt ezt majd a forint alapú hitelek esetében is majd meg fogják tenni a fogyasztók, hogyha úgy gondolják, hogy nem értenek egyet, vagy nem jogszerű a nekik küldött elszámolás, kérjenek szakértő segítséget ahhoz, hogy el tudják azt dönteni, vagy meg tudják fogalmazni, hogy milyen konkrétumok alapján kezdik meg a panasz eljárást. A nyíregyházi tanácsadó iroda forgalma 2-3-szorosára nőtt a deviza elszámolások óta. A legtöbben azért fordultak hozzájuk, hogy segítsenek értelmezni a bank által kiküldött papírokat, amihez az iroda az ügyfelek felkészülését is kéri. Azt tudom tanácsolni, hogy vegyék elő az eredeti szerződésüket, vegyék elő a hiteltörténeti idő alatt mindenféle kimutatást, értesítést, bármit, amit kaptak a banktól, és szálljanak rá egy kis időt arra, hogy szerezzék be a részletes elszámolást, ezt akár az interneten keresztül a bank által megadott kódokkal le tudják tölteni, vagy pedig postai úton is meg tudják kérni, ekkor 5 munkanapon köteles a pénzintézet ezt megküldeni számukra. És miután a részletes elszámolás is a rendelkezésükre áll, nem kell megijedni tőle. Igaz, hogy ez több 10 oldal sokszor, és sok oszlopot tartalmazó táblázat, de érdemes annyit rászánni, hogy egy vasárnap délután leülünk mellé, és a rendelkezésre álló adatokat összehasonlítjuk az új adatokkal, mert sok esetben előfordult olyan, hogy például nem jól könyveltek le egy befizetést. Ez már egy olyan hiba, amire már a panaszlevelet lehet alapozni. A megyei elnök elmondta, a pénzügyi tanácsadás ingyenes és a forint hitelekkel kapcsolatos augusztus 1-től szeptember 30-áig tartó időszakban is várják a hozzájuk fordulókat.